Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb videóban. ebben a videóban szintén ilyen modellbemutatós videó lenne. A Halálos Iramban újságos sorozatnak a legújabb számát szeretném bemutatni, ami a 29. lapszám, és ez múlt héten, 2024. január 30-en kedden jelent meg, csak volt elég videóanyag, így egy kicsit megcsúszva készítem ezt a videót, de nem is húznám sokáig a szót. Gyertek, bontsuk ki a csomagot, lapozzuk át az újságot, és mindenkit, meg engem is az autó érdekel a legjobban. Nézzük meg. Ezt amúgy azért vettem meg, mert Volkswagen Jetta van benne. Nálunk ezt annak idején Ventónak hívták, de kint a külföldi piacon. Jettaként futott. Na hát így néz ki a újság borítója, halálos iramban. 29. lapszám, Volkswagen Jetta, 1995. A jay nek a autója amúgy. A filmben neki volt a kis autócskája. Itt van egy sima civilről is egy kép. Itt is egy civil jettáról egy kép. Közepén van egy gyönyörű szép plakát. Az eredeti autóról. Nagyon szép. Láthatjátok ott a háttérben a modellt. A modellek 1 a 43-as méretarányúak. Bogáról is ejtenek egy kis szót. A T1-esről is ejtenek egy kis szót az újságban. Karmangia. Bogarak különböző kivitelben. És ez a füzetnek a vége. És itt van a modell. Ugye a kicsomagolom, és akkor körbe nyálazzuk őt is. Nagyon szép, nekem nagyon tetszik. Már erre nagyon fájt a fogam, de nem tudtam amúgy, hogy hol tart a halálos iramban sor, mert többeknél már láttam, akik előfizetők, ők, nekik már sokkal korábban megérkezett ez a modell. De szerencsére, mikor pont a tesco jártam, és mentem a, egy másik újságos autóért, akkor megláttam, hogy pont ő jelent meg, és így én is megvásároltam még a múlt hét folyamán gyönyörű, szép, részletgazdag maga a modell. Nézzétek meg, hogy mennyire részletgazdag. Minden egyes kis picike matrica rá van festve, rá van tamponozva. A bukócsövezés meg van csinálva ott hátul. Anterna ki van építve. Azt láttam, hogy volt olyan, akinek nem volt rajta tetőablak, mert a tetőablak az csak egy festés. Szóval volt, akinek nincs kiad, de nézzétek meg a rendszám, milyen szépen meg van csinálva. Különböző kis apró kis matricák, minden. Nagyon szép modell. Mondom, én ezt azért vettem meg, én alapból nem gyűjtem a halálos iramban autókat, mert számomra már túl drága. Mert 5500 forintba kerül egy ilyen kis autó. Nem érdekel mindegyik, de ezt azért vettem meg, mert Volkswagen és én a Volkswageneket nagyon gyűjtöm, nagyon szeretem. És ez így illeszkedik az én kis gyűjteményembe. Hát ennyi lett volna ez a kis modellbemutatós, kis videó, remélem, hogy tetszett. És a jövőben majd még várhatóak modellbemutatós videók, mert összegyűlt egy pár darab ilyen 1-43-as kis autó, és most szeretnék róluk videót készíteni. Amúgy is a mai nap folyamán nagyon szeles, bolondos, téli napunk volt, így nem mentem terepre videózni, ezért itthonról készítem el ezt a kis videót, remélem, hogy tetszeni fog, nekem nagyon tetszik ez a modell, nagyon elnyerte a tetszésemet, nem is gondoltam, hogy meg lesz, de még szerencsére időben kapcsoltam, így meg tudtam vásárolni, de sokoknak bejött ez a kis modell. Na jók légyetek, találkozunk egy következő videóban. Tudjátok, hogyha te érdekelnek képanyagok a videókról, akkor Herla Fanatik Facebook csoport, a költöztetés Herbák Isten és Fia. Sziasztok!